Sziasztok, ez itt a Mari alapjai. Nikivel beszélgetek, és most a iskolai bántalmazásról lesz szó. Én azzal kezdeném, Niki, hogy volt egy eset, egy nagyon súlyos eset, amiről cikkeztek is Tán udvaron. 2019 márciusában cikkezett az Index róla. Mégpedig arról szólt, két kamasz megvert, megalázott egy lányt, és ezt mobiltelefonnal is rögzítették. És nem tudom, tavaly, azt hiszem, októberben is volt valami hasonló eset, az azt hiszem, az nem volt annyira durva talán, vagy nem tudom, akkor a tovább nem kavart. Igen, ez volt a legdurvább eset Nálludvaron. De az a durva, ami igazából, vagy azt nem tudom, hogy lehet-e mondani, hogy amit te is mondtál, hogy igazából ez olyan probléma, hogy sajnos nem tudom, aki nem tudom, mondjuk így látja ezt az esetet, vagy nem lehet úgy annyira erről beszélni, pedig épp az, hogy kellene, mert így lehetne ezt megfékezni, ezt a kortársaknak bántalmazást. Egyébként, amit én tévében láttam, hogy nem tudom, a legdurvább az nekem az volt, hogy a bántalmazott lánynak akkoriban halt meg az anyukája, és nem is tudom, hogy azt mondták neki, hogy nem tudom, visszadugnak az anyádba, meg megpusíltatták vele a csizmájukat, meg ilyenek. Igen, ez történt, és aztán mégis felelősségre mondták, aztán később, de olyan is volt, hogy a városkából valaki, vagy valakik felírták, hogy tudod, hogy kutyának nevezték. Igen. És akkor felírták... annak a lánynak a házuk elé, aki bántalmazta. Igen, ahogy kutyák, vagy valami ilyesmit. Hogy van, hogy ugye általában, amiről mi is beszéltünk, vagy amit te is elmondtál videóban már, hogy amit én is tapasztaltam magamon, hogy igazából általános iskolában vannak ilyen nagyon durva... Hát most nem azt mondom, hogy nem verés, vagy ilyesmi, hála Istennek, vagy... Fiúk közt nyilván ott állandóan verekednek, de csajok közt annyira nem. De viszont ami a furcsább az egészben, hogy ez a 16-17 éves lányok voltak. Tehát amit te is elmondtál, meg én is tapasztaltam, jó, én Békés megyébe jártam gimnáziumban, de teljesen mindegy, hogy ott már úgy el lehetett lenni. Tehát esetleg jó annyi, hogy ott is voltak fiacsajok, hogy mondom, amit el is mondtam, hogy én lányosztályba jártam, de nem tudom, nekem is ott voltak barátnőim, akkor már úgy járkáltunk a városba, szóval ott el lehetett már lenni. Tehát nekem is úgy az általános iskola, ami a legtúrvább volt, az is a 7.-8., amikor nagyon kilenc élesedve a helyzet. Igazából nekem is az általános iskola volt a legszörnyűbb. Volt olyan eset, hogy mentem az utcán, és valaki leköpött, vagy volt olyan, hogy tényleg, hát sokan csúfoltak, kajmán ördögöztek, meg mindenféle hülyeséget kitaláltak. Volt olyan, hogy bementem a WC-be, és ott sírdogáltam. Hát figyelj, nálunk igazából most úgy röviden tövören elmondom, hogy az volt, hogy hát alsó tagozatban az osztályfőnök az hát nem tudom, ilyen pletykás volt, meg nagyon, hogy mondjam, olyan természetű volt, hogy úgy nézte az embereket, hogy presztízs, tehát, hogy mennyi pénzed van, hogy nézel ki, szóval nagyon durva, és az volt a legdurvább, hogy ugye volt az a kb. 5 menő csaj, vagy még egy-kettő, aki úgy hozzájuk csatlakozott, bár azok annyira nem voltak durvább, de nem tudom, hát azok a csajok alapból ilyenek voltak, tehát, hogy osztályfőnök is még rátett egy lapáttal, ugye még jobban behűjtette őket ezáltal, és mindenki kiplegykált, tehát például nekem az volt a problémám, hogy hát volt egy ilyen látás problémám, ami mostanra már hál' Istennek azért nagyjából rendbe jött, és hiába volt szemüvegem, akkor se lehetett annyira rajta javítani. Engem ezért szekíroztak, 3 évig napköz is voltam ott is, ott igazából ugye az volt, hogy hát én is ugye próbáltam, nem tudom, hogy csatlakozni hozzájuk, vagy így, na mindegy, és ott szórakoztak velem, de mondom igazából mindenkit, akkor volt egy nagyon szegény családból származó fiú, sajnáltam is, de
Viszont egy zárójelben megjegyzem, hogy tavaly nagyon sokat bejelöltem a Facebookon, hál' Istennek vissza is jelöltek, így volt osztálytársunk közül meg minden, és az tök jó volt, hogy annak a sásnak így rendbe jött az élete, vagy így azt láttam, hogy így szerencsére abból a közegből ki tudott lépni. Igazából ott tényleg, ott tanyán laktak, akkor esős időben nem tudott bejönni a iskolába, ugye busszal járt, ott gumicsizmába kellett volna ugye jönnie, szóval mindenki azért csesztette. Akkor volt egy haverja, az meg ilyen totál agresszív volt, az egész osztály tőle félt, akkor volt, hogy megvertott mindenki szemelátára az egyik csaj. Várjál! Akkor osztályfőnök ugye azt mondta, hogy hát ilyen bedobós volt ráadásul, tehát ilyen idegrendszerű baja volt, és hogy állítólag az apja verte, meg igen, mert az osztályfőnök az ugye mindenki az elme család látogatása, és akkor azáltal is mindenki kibeszélt, de ráadásul a szülőket is, mert szülői értekezettek után is, hát például volt egy osztálytársam, az meg hát nem tanult valami jól is, mindegy, nem tudott így kontentálni. Tehát ez már más történet, amikor tehát nem a diáktársak verik egymást, hanem például a tanára, aki hát akár szóban bántalmaz. Hát igen, tehát ez a durva, hogy nem tudom, és előkészítette pár emberkének az agyát, akik nem tudom, a társadalomban is, most lehet egy kicsit hülyén fogalmazok. Tehát, hogy aki azt gondolja magáról, hogy ez a normál kategória, hogy tudod, hogy neki csak a külső, meg a presztízs számít, és ha már nem éred el azt a szintet, akkor már nem vagy normális. De mindegy, még ennyit akartam, bocsánat, még elmondani, mondom, hogy az osztályfőnök, mint ahogy említettem, a sülőket is kibesélte, és ja igen, és annak az osztálytársamnak a anyukája az a helyi ABC-be dolgozott pénztárosként. És akkor elkezdtem mondani, hogy hát biztos ez a csaj is, hogy azért rossz tanuló, mert az anyja segített sokra, hogy csak pénztáros lett. Igen, mert hogy tudva levő volt, hogy mindig segített a lányának a házi feladatba, és fogalmazást kellett írni, és akkor volt egy ilyen nagyon hosszú, értelmetlen címet adott neki, vagy hát nem tudom, mert na mindegy, szóval ez a lány is ki lett legyen, szóval igazából ott mindenki ki lett. Tehát nem tudom, aki templomba járt, az azért szesztették, vagy azért nézték le, aki csóró volt, azért, akinek valami fogyatékossága volt, azért. Aztán igazából, hát még annyit elmondanék, hogy 7.-8. meg az volt, hogy volt pár köcsök, már így kimondva, meg finoman fogalmazva, azok meg azért csestettek, de igazából mondjuk nem csak engem, tehát ott is mondjuk mindenki csestetett mindenkit, hogy így mondva, hogy igazából szőkehajú voltam, hát az átlagnál fehérebb a bőröm, mert hogy kék szemű vagyok. Tehát az átlag magyar ugye az barnább bőrű, sötét hajú, barna szemű, és akkor én meg nem voltam ebben a kategóriában. Igen, csak annyit akartam még neked elmondani, hogy volt mondtad a Facebookot, hogy bejelölgetted az embereket, és én meg arra kapcsolatban, hogy egyszer csak Instán rám írt valaki, hogy régebben csúfolt, ilyesmi, és bocsánatot kért. És olyan jól esett, pedig már nem is emlékeztem rá, hogy ő igazából ő is köztük volt, érted, a csúfolók közt. Hát ez tényleg nagyon jó. Hát mondom, én meg annak örültem tényleg, hogy mondom, hogy igazából azokban az osztályokban úgy nem tudom, tehát hogy nem voltak úgy kötődések, vagy nem tudom, úgy igazi barátságok. Tehát én amit tapasztaltam, hogy nálam is igazából ott, ahogy felmentem gimnáziumba, ugye ott kezdődtek olyan barátságok. Na mindegy, de a lényeg, hogy tényleg akiket bejelöltem, annak a 90%-a visszajelölt. Jó, nyilván akik nagyon férgek voltak, azokat nem jelöltem be. Szóval én egyébként ennek is örültem, de tényleg mondtad ezt az esetet, ennek is tényleg nagyon örültem. Én is örültem neki, mert tényleg nem is emlékeztem rá, de mégis jól esett az, hogy volt egy ember legalább, aki bocsánatot kért. És ezt nem tudom, hogy mondtam-e már neked egy videóban, vagyis hát személyes is mondtam meg, igen, telefonról is beszélünk magam. Tényleg szerintem te sokaknak így példaképp, hogy így azáltal, hogy így felvállalod magad, vagy ezt is, hogy téged is bántottak iskolába, vagy valami, és szerintem így másoknak is erőt adsz ezzel. Egyáltalán azon, hogy elkezdted ezt a csatornát, és ezért is támogattalak már a kezdetektől. Nagyon aranyos vagy amúgy,
Nincs mit, de szívesen. Köszi, igen. Tényleg aranyos vagy. Ja, igen, azt Több az én akartam. is elmondom. Várjál, azt még elmondom most én, hogy igazából annyi probléma van ezzel a videóval, hogy tanácsot igazából nem tudunk azoknak adni, akik ebben a helyzetben vannak, mert igaz, hogy mi is ebben a helyzetben voltunk, de annyit lehet csak mondani, hogy kinövik. Hát igen. Igen, Nagyjából. igazából, amit elmondtál előző videódban ezzel kapcsolatban, hogy hát mondjuk óvodában se szeretek szerintem a gyerekeknek a többsége se járni, hogy én se. A általános iskolát, amit túl kell élni szó szerint, utána a gimiben már el lehet lenni, főiskolát, egyetemet már bulni, tehát én ugyanezt tudok csatlakozni. Tehát jó, igazából az első 14 év, ami durva. Nem Utána tudom. szerintem ezt elég Figyelj, sok. nekem a óvoda az jó volt például, csak hát meghalt apukám, bezárkóztam, és Jaj, ez igazából, hogy bezárkóztam, nem nyitottam a gyerekek felé, és akkor itt kezdődött a lavina lefele, hogy kiközösítettek ilyesmi, vagy úgy éreztem. jaj, ez. Én nem tudom, én igazából nem mondom őszintén, hova én jártam ott. Hát igaz, mondom, ilyen falubeli óvoda volt, de hát, ahogy mondtam, ott eléggé kocsudok voltak. Tehát, hogy egyáltalán a közösség is, azért mondom, hogy nem is alakult ki olyan kötelék, hogy ilyesmi. És nem tudom, amiket ott hallottam, nem emlékszek, hogy a gyerekek ott mindenki utált óviba járni. Hát óvodája válogatja. Hát, na jó. Igazából még tényleg annyit elmondanék, hogy azért durva ez, akire mondjuk nagyon rásállnak, vagy hát most itt is van különbség, de figyelj, most nem tudom, van egy-két ember, mit tudom én, akit úgy kipécél meg, de mondom igazából szerintem, hogy mindenki cseszeget mindenkit, vagy ilyesmi, mint ugye a hangadók mindenkit, érted? Az lehet. De ami a durva, hogy ha mondjuk valakit nagyon rászállnak, és esetleg azért hagyja magát, mert az is benne van a háttérben, hogy akinek nem tudom, mondjuk a saját szülei se fogadják el, és ezért nincs önbizalma. És ez a legdurvább. Vagy esetleg az, hogy azért hagyja magát, mert otthon már nem mer szólni, mert így is állandóan esetleg az ordibálás megy, mert hogy így is mennyi baj van vele egy gyerekem, stb. És akkor inkább elviseli. Mert még mindig jobb, gondolja. Nekem a legszomorúbb az volt, amikor megfordult a fejemben, hogy világgá megyek, és el is mentem a csúkolba. Tehát ott a nagyanyám csúkoljába megálltam, és elbújtam, és közben azon gondolkoztam, hogy megyek tovább. Aztán csak előjöttem, aztán kikaptam, de nem szöktem meg többet. Nem tudom, én igazából én annyit tapasztalt, vagyis azt tapasztaltam, vagy ugye már nagyon sok mindent olvastam, láttam, szóval, hogy én nem tudom, hogy igazából nem tudom, mindenki családjában vannak olyan dolgok, vagy sérülések az ember életében, amilyen esetleg gyerekkorában a világ el akar menni. Szóval most nem tudom, gondolok, tehát nem tudom, tehát például válás esetleg, ami ugye a későbbi, de mondjuk ez egy teljesen más témáról beszélek, jó, most mindegy. Egy-két mondat csak, hogy esetleg egy felnőtt korában ilyen párkapcsolati zsűrökhöz eredményezhet, hogy nem tud kötődni az illető sehova. De ami a rosszabb, és azért mondom, hogy ez még hálát adjunk, hogy velünk nem történt meg, hogy akit tényleg zárnak a szülei, vagy mit tudom én, a saját apja megerőszakol, mert ilyen is van. Igen, Ez az a mindennek a már nagyon legalja, durva. vagy hogy mondjam, tehát az már. És van ilyen, mert van ilyen cigányok közt például. Tehát Nem tudom, figyelj, ez szerintem a szegénység, meg a butaság, meg a hát gonoszság együtt. Tehát. igen. Szóval azért abból hálát adjunk, hogy velünk ilyen nem történt, szóval. Igen. Jaj. Úgyhogy, hát Igen, igen. tehát aki sérül valamilyen szinten, azután évek kérdése, hogy helyre jön-e, vagy se. Hát igen, jobb esetben helyre jön, de ahogy mondod, ahhoz is évek kellene. Igen. Na jól van, Szóval. Niki. Köszönöm, hogy velem tartottál. Remélem, senki nem megy át ezen bármilyen bántalmazáson, vagy ha már átment, akkor Bocsánat, sikerül. igazából valami, nem tudom, hogy valami tanácsot tudunk-e beadni. Hát
esetleg annyit, hogy merjenek a szülőkhöz fordulni, tanárokhoz, akivel megbíz, annak Igen. elmondani, hogyha valami bántalmazás éri. Hát igen, mert igazából az a tanács, hogy most azt mondjuk, hogy álljanak be a sorba, úgymond birkanyáj módjára, mert az se biztos, mert lehet, hogy akik mögé beállnának, tehát van, amikor azok több hülyeséget csinálnak, és olyanba vinnék be, szóval az sem megoldás. Tehát ahogy mondod, hogy akkor merjenek tanácsot kérni Vagy másoktól. hogyha nem mernek, tényleg nincs olyan személy, akkor vannak már internetes, telefonos felületek, ahol be tudja jelenteni, hogyha nagy a probléma. Ilyen manapság, mert amíg mi jártunk általánosba, akkor még nagyon internet se volt. Nagyon, hát igen, nem igazán. Volt csak nagyon városokban. Jó, ebben nem menjünk bele, szóval most vannak felületek is. Igen. Ha nincs olyan személy, akkor is akár ott van a helyi családsegítő, ott van a rendőrség, vagy bármilyen pedagógus, vagy ilyen névtelen felületek, csak tényleg ne hagyja az ember úgy magát, hogy bántsák, szerintem. Figyelj csak, még tudod, mi jutott eszembe, hogy amikor mi jártunk általánosba, akkor nem is tudom, tehát, hogy abban az időben esetleg, nem tudom, bármilyen fogyatékkal élőt is esetleg általános iskolába járattak. Tehát, hogy a mi időnkben vagy csak a segítő volt, vagy az általános. Tehát, mondjuk, aki, nem tudom, köztes volt például, vagy nem tudom, most érted, hogy nem tudom, látás, Nálunk úgy mozgás. hívták, hogy gyogyó. Tehát Jaj, oda, tehát, igen. vagy oda, vagy a általánosba. Tehát érted a normálisak? Hát normálisak. Rossz szó ez a normális szó. De érted, hogy akinek baja volt, vagy teljesen épek közé tették, akiknek semmi Igen. baja, vagy olyanok közé, akiknek nagyon nagy baja van. Igen, mert a kisegítőben ugye azok jártak, akik bukdácsoltak. Tehát most nem tudom, tegyük fel, azért mondom, hogy van valami, nem tudom, mozgás problémát például, de jól tanulsz, akkor az általánosba tesznek, de ott szarrá csesztetnek. Hát Például most figyelj, ilyen az se kisegítő. jobb, hogyha a másik végletbe tesznek, mert lehet, hogy akkor meg lemarad a tanulmányaival. Tehát nem tudom, tehát Igen. Igen, nehéz, tehát... nehéz ebbe. Azt se tudom, hogy most mik vannak, mert nem vagyok benne ebbe az oktatás témakörbe. Annyit tudok mondani, hogy utána kell ezeknek nézni, akár a Biztos. felületeknek, akár az oktatásnak, hogy tényleg akinek segítség kell, az tud bárhova fordulni. Igen. A tanács kell például oktatásban, azt is interneten is, vagy személyesen is tud érdeklődni ezzel kapcsolatban. Ha meg bántják, azt is be lehet jelenteni valamilyen felületen. Na, igen. Köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok! Szívesen máskor is.